Jón Kálmán Stefanson, A mindenséghez mérhető Prológus Egy valamit tisztázzunk, mielőtt folytatnánk, mielőtt messzebbre és mélyebbre hatolnánk abba, amit nem értünk, amivel nem tudunk mit kezdeni, de amire vágyunk, amitől tartunk és amit hiányolunk. Tisztázzuk, hogy legyen valami fogodzonk. Keflavikban vagyunk. Ebben a különös istenháto mögötti városban a néhány ezer lakosával, az üres kikötőjével, a munkanélküliséggel, az autókereskedésekkel, a hamburgeres furgonokkal, ahol annyira lapos a táj, hogy a levegőből dermet tengerhez hasonlít. Nyugodt reggeleken azonban a nap úgy kell fel, mint egy néma vulkán kitörés. Látjuk, ahogy a távoli hegyek mögött kigyullad a tüze, mintha valami titáni tűnne fel a mélyből, egy erő, amely felemeli az eget és átalakít mindent. Látjuk, hogy az éjszaka sötétje kitér előle. Aztán felkel a nap. Először úgy, mint egy vulkánkitörés, amely letörli az ég csillagait, ezeket a jámbor kutyákat. Aztán méltóság teljesen a vulkáni Reykjanes sziget fölé hág. Lassan emelkedik, mi pedig élünk. Keflavik ma Lassan mozgásban lendül a sors, a hó pedig csak hull Keflavik kihalt utcáira. A munkanélküliségre és a hirdető táblákra. Árival közös nagynénénk nem igazán hitt a régi szokásokban, amely szókapcsolat vélhetőleg csak udvarias kifejezés a babonára és az ostobaságra, kivéve amikor épp ellenkezőleg valamiféle bölcsességet jelent, amely életben tartott bennünket ebben a nehéz országban, ezen a nagy magányos szigeten. Nagynénénkhez ritkán volt könyörületes az élet, az emberek és a sors életében egyetlen egy verset költött, a lányáról, Láráról szólt, akit súlyos betegség vitt el mindössze nyolc évesen. Egy darabig úgy tűnt fiatalkora ellenére tisztában van azzal, hogy mi vár rá, mivel hihetetlenül erősen és bátran viselkedett, de végül összeomlott, és felriadva szendergéséből, tágra nyílt szemekkel megragadta az anyakarját és ilyetten kérdezte. Anya, szerinted a halál fájdalmas? Anya, ott egyedül leszek? és a nagynénénk, akit mindenki csak Lillának szólított, mosolyogva felelte. Nem, drágám, mi mindig együtt maradunk, soha nem hagylak el. Nehezére esett hazudni, nem különben mosolyogni és megőrizni ezt a mosolyt, hogy a lánya az élete utolsó óráiban valami szépet lásson, és emiatt elhiggye, hogy a halál csupán oldallépés, pillanatnyi habozás a boldogság előtt, és ne rémüljön meg attól, hogy a halál valójában egy gonosz torszülött, aki a falu fölé emelkedő, sötét hegyen lakik. Lillának sikerült megőriznie a mosolyát, de nem tudta visszatartani a szürke szeméből kicsorduló könnyeit. Magához ölelte lárát, és érezte, ahogy kialszik ez a fiatal élet. Szorította őt a szeretet minden erejével, ami mérhetetlen és sokkal ősibb, mint az a 700 éves láva mező, amelyre Grindavíki házuk ablakából kilátott. Szorosan ölelte, de a halál sokkal erősebben húzta a lányát a másik irányba. Végül mindent magához ránt. Virágokat és naprendszereket ugyanúgy, mint koldusokat és elnököket. Lilla érezte ezt. Érezte, hogy a szeretet, a könnyek, a kétségbes és mind hiába való. Hogy a halál közelségében nem létezik igazság, csak vég. És ekkor költötte a verset. Nem tudta megállni, feltartóztathatatlan erő kényszerítette erre, miközben azt a csont bőr nyolc éves testet szorította, amelyért már rég felkínálta cserébe a saját életét, boldogságát, egészségét, emlékeit, mindent, de hiába. Semmi sem segített, és Lilla csak annyit tudott tenni, annyit tudott felajánlani a lányának, hogy a karjai között tartotta, miközben potyogtak a könnyei, meg egymás után mormolta az imákat, amelyek annyira őszinték és tiszták voltak, hogy érthetetlen, miért nem történt semmi. Nem értek semmit, talán nincs is igazság ezen a világon, egy fíkarcnyi, egy szemernyi sincs. És akkor, talán éppen ezért költötte azt a verset a lányáról. Hogy létezett ez a nyolc éves kislány, göndör szőkehajú, fényes homlokú, világos kékszemű, mulatságosan fitosorró, akinek a nevetése eltörölte a világgonosságát, egy sötét kövé zsugorította, amit már bárki képes elhajítani. Lilla öccse költő volt, a nővére is. Lilla viszont soha nem írt egyetlen verset sem, ahogy a bátyja Árival közös nagyapánk sem. Egyetlen szót sem, csak ott, akkor, amikor minden összeomlott. Egy vers, két verszak, és meghalt a világ. Egy évvel később elhagyta a férje. Úgy tűnt, Lilla nem akar tovább élni, nem akar több gyereket szülni, és nem akarja magához engedni a férjét, akinek a jelenlétét is alig bírta elviselni pláne az érintését. A férje elvakult gyászszal vádolta, így fogalmazott. Elvakult gyász. Tudhattam volna, mondta dühösen, szinte köpködve el szavakat. Többször is óvaintettek a családottól, mind gyökértelem, fanatikus, megbízhatatlan és ideggyenge művészek vagytok. Én tovább akarok élni. Ez talán bűn vagy árulás? Szó szerint megölsz a gyászoddal. Majd jókora öklével az asztalra csapott, de a szeme csillogott, mintha a könnyeivel küszködne. Később tehetős, országszerte ismert hajó tulajdonos lett belőle. A Grandavik történetében is említik. Lilláról viszont egy szó sem esik. Így megy ez. A jólétre emlékszünk, a gyászra nem. Lilla visszaköltözött Reykjavikba. Egyetlen bőrönben elfért az egész élete. Egy váltás ruha, négy könyv, egy tubákos szelence, az apjáé, aki a Lilla konfirmációja előtti napon halt meg. Hulla részegen beleesett a rejkjavíki kikötő vízébe, majd nevetgélve kapálózott a hideg tengerben. Az ivó cimborái is csak vihogtak, mivel Lilla apja, Ari és az én dédapám úgy nézett ki a tengerben, mint egy ilyet medúza, vagy egy szerencsétlen hal, és csak jóval később halázták ki, annyira későn, hogy megbetegedett. Tüdőgyulladást kapott, és belehalt. Semmi más nincs a bőröngyében. Egy váltás ruha, négy könyv, a tubákos szelence, egy fényképláráról, meg a kislány két ruhácskája, a babája, négy rajza és a vers, amit Lille később majd legépel, és a fénykép aláragaszt. No meg az önmarcangolás amiatt, hogy cserben hagyta lárát, azzal, hogy él tovább, ahelyett, hogy vele együtt ő is meghalt volna. Mindig a fényképet és a verset akasztotta ki először a falra, valahányszor új homba új alaksori lakásba, új tetőtéri lakásba, új szobába költözött. És erre igencsak gyakran került sor. A bő 40 év alatt 26-szor költözködött. Mintha menekült volna. Két évnél többet soha nem töltött egy helyen. És költözéskor mindig első dolga volt kiakasztani a farra a képet, ami a Grandavi kiház falán készült, a hét éves mosolygós kislányról. Még abban az időben, amikor sütött a nap. A kép a kis zöld kanapé fölött lógott, aláragasztva a vers, körülötte a négy rajz. Egy idő után már csak ez a fénykép és ez a vers emlékeztette arra, hogy volt egy lánya, aki valaha ezen a világon járt. Árival korán megtanultuk ezt a verset, teljesen önszántunkból, sőt, nem is gondolkodtunk rajta. Annyiszor ültünk a kanapéval szemben lévő székeken, forró kakaót kortyolgatva, süteményt majszolva, élvezve Lilla kedvességét, hogy valahogy belénkivódott. Mikor Lilla már idősen és betegen megtudta, egyszerűen képtelen volt uralkodni magán. Ezt a megfontolt embert elfogta a remegés, majd elkezdett előre-hátra dülöngélni, hogy megnyugtassa magát. De aztán kitört belőle a sírás, és teljesen kiszolgáltatottá vált, mintha ez a vers lenne az egyetlen, ami megakadályozza, hogy a lánya feledésbe merüljön. És mindaddig, amíg a vers megmarad a világban, és valaki ismeri, nem érheti bajlárát a túlvilágon. Valaki vigyáz rá, még ha a sötétség rémségekkel is teli. Ez a vers egyfajta üzenet, amely átjut az élet és halál közötti meghatározhatatlan mesdjén. Elér a nyolc éves lányhoz, aki az édesanyját várja. Elér az értelmünkön túlra. Egészen a kislányig megérinti, és azt mondja, Css, css semmi baj. Nem sokára anya is itt lesz. Nem sokára ő is meghal és akkor megint együtt szeditek a boglárkát. 26-szor költözött, alaksorból tetőtérbe, tetőtérből alaksorba, és minden alkalommal, mielőtt új otthonában először tért volna nyugovóra, megszámolta a lakás ablakait. Egy, kettő, három, négy, öt, mert így valóra válnak éjjeli álmai. Ősi hiedelem, régi csomag. Talán ez volt az egyetlen babona, amit komolyan vett, amiben hinni akart, hogy az álmokban olyan erő rejlik, amely az ébrenlét és a logika számára is ismeretlen. És ki tudja, reggel talán arra ébred, hogy ott mosolyog rá a lánya, aki még mindig nyolc éves. Noha évtizedek teltek el, de a halálban senki sem öregszik, az örökké valóságban nem múlik az idő, ott kíméletlen hatalma semmit sem ér. Arival valamilyen okból átvettük tőle ezt a szokást, és mi is megszámoljuk a lakás ablakait, amikor először alszunk valahol. Még akkor is, ha csupán átutazóban vagyunk, hát ha ez az egyszerű cselekedet valóban valóra váltja az álmokat, befolyásolja a természet törvényeit. Most is megszámolom az ablakokat a nagybátyánk szűk, kétszintes faházában, Keflavik régi negyedében. De ehhez ki kell mennem a szabadba, a hóesésbe, ami annyira sűrű, hogy teljesen eltűnt benne a város. Hófehéren megyek vissza, angyali öltözetben, mint akit megáldottak a nagybácsi macskái fújnak rám, mint két mérges kígyó, de rájuk sem hederítve lefekszem aludni, miután betakartam a nagybácsit, aki elszunnyadt a karosszékben, miközben a jól már azt énekli, hogy mennyei a lét, ami persze merész kijelentés. Ráterítettem a plédet, és kétszer is bevertem a fejem a mennyezetről vékony húzalokon lógó repülőgép modellekbe, az amerikai hadsereg vadászgépeibe. Megszámoltam az ablakokat, leolvat rólam a hó. Óvatosan becsuktam a szoba ajtaját, nehogy bejöjjenek a macskák és kikaparják a szememet. Aztán csak fekszem az ágyon, amelyről egy régi kanapé jut az eszembe, és elalszom. Álmomban hallom a tengert, odakint van, a hóesésben, nem messze a háztól a világ legnagyobb hangszere. Hangjában ott zeng a két testvér, a sors és a halál, a két ellentét, a vigasz és a harag lassan merülök bele az álomvilágába, és a tenger moraja belevegyül az álmaimba. A tenger egykor ott dűr, Ari apai nagyapjának otthona, akinek elég volt végignézni a tengeren, és már is szabad volt. Mielőtt elaludnék, és az álmok magukhoz ölelnének, meghallom, hogy a fölöttem lévő nappaliban a nagybácsi álmában beszél, és vidáman felnevet. Alszom. Csak úgy, mint Ari a repülőtér szállodában. Neki könnyű megszámolni az ablakokat, lehetetlen, hogy ne tudná hány van belőlük. Csak kettő, de tekintélyes mennyiségű havat kereteznek be. Minden más eltűnt. Keflavik lakói kipihenhetik egy kicsit a világot, már nem is létezik. Csak a hópelyhek léteznek, és a köztük lévő levegő. Csak a havazás, ez az égből aláhulló fehérség. Üzenetek, a homlokunkra olvadó csókok. Minden más eltűnt, a benzinkút, a szemközti üzletek, az új mozi, a hafnargata, a Ringbraut, amely kissé távolabb van, a munkanélküliség, az üres kikötő, a karácsonyi díszek, a hirdető táblák. Csak a mindent elnyelő hó létezik ezen az éjszakán, összekötve a földet az éggel, ami valószínűleg fontosabb, mint gondolnánk, mivel régi hiedelmek szerint, amelyek jóval régebbiek, mint az, hogy ha megszámoljuk az ablakokat, akkor valóra válnak az álmok, még abból az időből származnak, amikor ablaküveg sem létezett, sőt ház sem. Az ilyen szélcsendes, csapadékos éjszakákon nincs többé különbség föld és ég között. És a holtak tudnak beszélni hozzánk, a még élőkhöz. A hószemcsék vagy hópejhek a holtak üzeneteivé válnak. Még mindig szeretlek, Istenem, milyen rettenetesen hiányzol. Egészen tűrhetően vagyok, köszönöm remekül kitűnő itt a kávé, és a kilátástól évekre eláll az ember szava. Rohadj meg a pokolban. Ne pazarold az életedet ostobaságokra, inkább törekedj valami nagyszabásúra. Egy próbát megér, és az igyekezett széppé tesz. Holnap reggel ne felejts el jól felöltözni, hideg lesz, nehogy megfázz. Ári mindebből semmit sem hall, alszik. Nehezen sikerült elaludnia, miután elolvasta most a mostohanyja leveléhez csatolt, Szigga által írt cikket a férfiak nők fölötti hatalmáról, a hatalomról, amelyet a férfiak szereznek maguknak, majd Szigrun beszámolóját arról, hogy megerőszakolták. Árival végignéztük, ahogy Kári kikíséri a buliból, bealadába, és láttuk, ahogy megerőszakolja. Szigrun alig tizenhat lehetett, Kári harminc fölött, két gyerekes apa. De teljesen félreértettük a dolgot, Láttuk, hogy ringatózik a kocsi, és Kári fehér farpofái meg megjelennek a hátsó ablakban, szőrösen, fehéren, mint két kis ördög. Ári a levél elolvasása után elsírta magát. Furcsa módon nem azonnal. Először csak bénultan ült, aztán fel alá járkált a szállodai szobában, reszketve a dütől, az önmegvetéstől, a tehetetlenségtől. Levetette magát az ágyra, csak nézett maga elé, káromkodott. Megdörzsölte az arcát, és érezte, hogy könnyektől nedves. Arra gondolt, szinte meglepődve, sírok. Fogat mosott. Sírt. Újra elolvasta Szigrun beszámolóját. Felment a netre, beírt a Szigrun nevét a keresőbe, és kihalászott négy képet a tengernyiből. Szigrun ezeken a képeken jóval idősebb volt 16-nál, de nem számított, mivel Ari pontosan emlékezett a mozdulataira, azon a nyugat-izlandi vágóidon. Budardalürben, az álmos faluban, ahol azon kívül, hogy nő néhány fa, meg a ruha vadul csapkod a szárító kötélen, és az emberek forgolódnak álmokban, nem sok minden történik. Szigrun úgy mozgott, hogy képtelenség volt nem szeretni. Ári arról álmodozott, hogy milyen lehet vele élni. Néha megnevetettük és olyankor minden porcikánk beleremegett. De aztán beszállt a kocsiba Kári mellé, aki lerángatta róla a nadrágot, beléhatult és megerőszakolta, miközben mi ott ültünk a közelében, egy kék Land Roverben, figyelve, ahogy ringatózik a lada, meg ahogy felfeltűnnek kári farpofái, hallgattuk a brimklót és sajnáltuk magunkat. Ári az ágyon hevert, mellette az édességgel teli szatyor. A viszki süveg a mostohanyja levelén, még nem olvasta végig, lefekvés előttre tervezte, de nem sikerült. Kimerült, végtelenül elfáradt, mégis sok időbe telt, mire elaludt. Nem húzta be a függönyt, megnyugtatta a kavargó hóesés, és fogalma sem volt arról, hogy a hópelyhek talán a holtak szavai: Takaróz be jól, nehogy megfáz. A szíve zakatolt, az idegei remektek, de végül a hóesés megnyugtatta. Megnyugtatta, elálmosította, és most alszik. Bő két év Dániai tartózkodás után tért vissza izlandra hogy az ég túloldalán megpillantsa a hegyeket, mint hatalmas virágokat. Aztán, hogy egy régi iskolai pat fölé hajoljon, hogy unokatestvérünk és egykori példaképünk mündűr fel tudja csúsztatni vaskos mutató ujját a végbelébe. Alszik. A viszki üveg a mostohanya levelén, mellette a oklevele, ok levele, mint egy fontos üzenet, amelyet még meg kell fejtenie. Mielőtt Ari álomba merült volna, Lilla jutott az eszébe. Bizonyára azért, mert arra gondolt. Két ablak, egy-kettő, megszámoltam, és az álmaim most valóra válnak. De mi lesz, ha valami rosszat álmodom, valami fájdalmasat? Ne adj Isten, azt álmodom, hogy valaki meghal, ha egy rémálmomban meghalnak a gyermekeim. Jaj, Lilla, gondolta, miközben elszenderedett. És ekkor megjelent előtte Lilla, apró termetével nyugodtan. Pedig fiatal korában élénk volt, csupán a gyász nyugtatta le és attól kezdve már nyugodt maradt. Ilyennek ismertük, nyugodtnak, higgatnak, de a szeme néha felragyogott, mintha több életre boldogságra vágyna. Ári nem ismert az övénél melegebb tenyeret, mintha Lilla mindenkit meg tudna vigasztalni vele, miközben sohasem bocsátotta meg magának, hogy élt tovább, holott a lánya meghalt, hogy magára hagyta a halál karmai között, hogy nem húzta elég erősen, nem szerette elég hevesen, miféle ember az, aki nem tudja megmenteni a gyermekét. Elalvás közben jelent meg Ári előtt, és meleg, kérges tenyerével megsimogatta a homlokát. Sikerült megvigasztalnia, megnyugtatnia, álomba csitítania. Tekintete jóságos volt, de bánatos, mivel a holtak hallgatásra vannak ítélve, és ezért ránk kell hagyatkozniuk. Hulla a hókeflavikra. Hóborítja a munkanélküliséget, a kihalt utcákat, a kis kétszintes faházat a régi negyedben, meg a szállodát, amelyet milliómos kúli hűtőházának romjaiból emeltek. Behavazza ezt a várost, Árival közös emlékeinket, nyomainkat, a társasházat, ahol Jakob és Ári apja lakik, aki nem biztos, hogy alszik. Lehet, hogy ébren van, zenét hallgat, és az életén elmélkedik, amely a végéhez, a sötétség kapujához közeledik. Keleten született, Neszkaubstadürben, és egyszer félájultan hevert a parton, még egy éves sem volt. Az anyja Margrét tette le oda, amikor rohant befelé a tengerbe. Jakob ébren van, és az életén elmélkedik, vagy éppenséggel egyáltalán nem, és inkább kerüli az ilyen gondolatokat. Nem tud, vagy nem mer elaludni, fél az álomtól, amelynek, mint egy nyíltsebb, teljesen ki szolgáltatva, ahol minden védelmünk oda lesz. Nordfjördür, régen. Hogyan lehet ilyen szélcsendet alkotni? Ez talán a legnagyszerűbb képesség, a teremtés csúcsa. Évek teltek el. Talán nem rettentő sok, de néhány, és az idő mindent megváltoztat. Gyorsan és lassan. Egyesek meghaltak, mások megszülettek. A két világháború között járunk, abban a 21 éves időszakban, amikor az emberiség az ördögöt is megszégyenítő gondolatokat gyűjt. Maroknyi évvel ezelőtt Odür mesztelenül szállt ki a hajóból. Ölében a teljesen bebugyolált Trigvivel. Csillagfényes, fagyos novemberi éjszaka volt. Trigvi beugrott a tengerbe, el akart úszni a holdig, de elgémberedett, és már majdnem elsüllyedt, mikor Odürnek sikerült visszarángatnia a hajóba. Kiszáguldott vele a partra, mesztelenül kormányozva, a saját ruháját az utolsó darabig Trigvire adva, aztán kiszállt vele a hajóból és bevitte a faluba, de ezt már meséltük. Mégis fel kell eleveníteni, mert sok mindent elfelejtünk. Mindkettejüket annyira elbódította a francia konyak, hogy már gondolkodni sem tudtak. Trigvit ráadásul a tenger hidege közelebb húzta a halálhoz, mint az élethez, és nyilvánvalóan kimúlt volna a sok csillag alatt, és ott is teljesen átfázott, össze-vissza zagyvált, teljesen megzavarodott, amikor Aslaug, egy menekülőben lévő, Vaclej szüströndi lány, aki éppen kalandokat keresett Nordfjörðurben rájuk talált. Láttam, mesélte később Trigvinek, hogy élettelenül fekszel valakinek a karjában, akiről először azt hittem, hogy hablegény, aki felszállt a tenger mélyéről, hogy megadja nekem, amire vágyom. Gyakran felidézte ezt a történetet Trigvinek, és később a lányainak is, hogy furcsa álomra ébredt. Félálomban kiment a házból pisilni, és akkor pillantotta meg őket soha nem unt rá, hogy felidézze. Utoljára időskorában mesélt el, amikor a Keflaviki kórházban feküdt, és érte jött a halál. Még egyszer utoljára el tudta mondani, mintha itt akarná hagyni az életben ezt a történetet arról, hogyan kezdődött minden. Hogy akkor erős nő lévén becipelte magához Trigvit, levetkőztette, a testével felmelegítette, és lassanként felébredt benne a vágy, majd a szerelem, és boldogság lett a vége. Szóval sok év telt el azóta, és a két sógor éppen halászik, száz kilométerre az otthonától, a vátnája alatt. Nem engedték ki a zsinort, és várják, hogy kellemesen megpihenhessenek egy kicsit. Nyugodt az idő, szélcsend van, mintha Isten megfeledkezett volna az időjárásról. Vagy csak elképet volna műve, a szárazföld, a tenger és a Nordfjörður Sleipnir legénysége fölé magasodó fehér Glecher láttán. De egyáltalán hogyan lehet ilyen szélcsendet alkotni? Ez talán a legnagyszerűbb képesség, a teremtés csúcsa. Olyat alkotni, ami szinte nem is létezik, nem tesz semmit, nem ér semmihez, és mégis mindent megváltoztat. A világot gyönyörű csendé változtatja, ráadásul mélyen ülő húrokat pendít meg e nordfjördüri halászok bensőjében, akik tőke halakat húznak fel a hornafjördür előtti láthatatlan mélységből mert tél közepén a nordfjördüri hajóknak idáig kell eljönniük. Heteket töltenek itt távol az otthonuktól, távol szeretet nordfjördürüktől, az ország, sőt a világ legszebb fjordjától. De mit meg nem tesz az ember azért az átkozott halért, hát még a tőke halért, mert ha az eltűnne, csomagolhatnánk, vagy akár főbe is lőhetnénk magunkat. Már kiengedték a zsinort, alaposan kimelegettek az igyekezettől, de most megint rájuk támad a hideg. Közben mosolyogva hallgatják Trigvit, várják, hogy megpihenhessenek. Mi alatt a zsinór a tengerben úszva begyűjti a halat. Három-négy óra elteltével fogják behúzni, és most Runárra várnak, a hajó aki készíti már a főt halat. Aztán pihennek, az alvás fontos dolog, toporognak, fázik a lábuk, a levegő meg sem mozdul. Olyan mély csend uralkodik, hogy hangos durranást hallani, ha valaki jó néhány kilométerre innen elszellenti magát a parton. Már ha lehet hinni Trigvinek. Jó a kedve, beszél, a többiek hallgatják. Ott éppen megfenyegette, hogy ha nem hallgat el, akkor bedobja a tengerbe, aztán kifogja és mint egy tőke halat kibelezi. Pordűr hallja, hogy az apja a pokolba kívánja Trigvit, és megfenyegeti, de észreveszi a mosolyát is, amelyet félig elrejt a szakálla. Ott dűr néhány héttel azelőtt vette oda a hajóra a legidősebbik fiát, teljes jogú matroszként. Pordűr előtte közel egy évet húzott le az öreg Güdmündür mellett, aki Nordfjörður legidősebb hajós kapitánya volt, hatalmas testű, legyőzhetetlen izomkolosszus, és aki legénységével az előző ősszel végig az áldott, átkozott tőkeharra halászott. Hatalmas kapás lehet, dörmögte az öreg Güdmündür, annyira mély hangon, hogy a kavicsok még húsz méterrel lejjebb, a tengerfenekén is megrezektek. A pokolba is, ezt már nevezem, jegyezte meg, amikor a csörlő akadozni és nyikorogni kezdett, mintha panaszkodna a túl nagy súly miatt, mondván igazságtalan, hogy egyedül kell felhúzni az összes halat. Güdmündür a csörlőhöz ugrott, megragadta a sodronyt. Soha nem tudott hozzászokni a gépekhez, úgy nőtt fel, hogy kézzel kellett dolgoznia és saját magában bízott a legjobban. A csörlőt átkozva megfeszítette a vállát, azt a két csűrkaput, és bevetette roppant erejét, hogy felhúzza a mélyből a halat, amelyről aztán kiderült, hogy se nem tőkehal, se nem óriás lapos hal, ahogy a legénység találgatta, hanem az öreg magát a halált rángatta fel magához. Abban a pillanatban hasadt meg a szíve, amint a halált alig egy hüveiknyivel átráncigálta a hajó peremén, és láthatóvá vált a szeme, az a két mély, sötét gödör. Ezek voltak az öreg, bivajerős Güdmündür utolsó pillanatai. Ekkor tájt költözött Odür egyik matróza, Seydis Fjördürbe, ami persze elég különös. Elhagyni a legszebb fjordot egy másik, sokkal csúnyább kedvéért, de hát vannak, akiken nem lehet segíteni. Minden esetre a halál és a költözés szerencsésen egybeesett, és Odür maga mellé vette Pordürt. Mindössze 16 évesen. A fiú még nem keményedett meg teljesen. Oddür mégis őt választotta, pedig a legjobb nordfjördüli halászok közül válogathatott volna, vagy akár máshonnan is, mivel akkor már nagy dicsőségnek számított bekerülni Oddür legénységébe. Szerencse kísérte a halászatokon, és a határozottságáért is tisztelték, ami azonban olykor durvaságba csapott át. Apa és fia között erről soha sem esett szó, és ha jobban belegondolunk, talán nem is beszéltek másról, mint a harról, a tengerről, a hegyekről, az ablakpárkányon lévő légyről, és arról, hogy milyen fontos valamire vinni az életben. Ezért hát Pordőr pontosan tudta, mintha belédiktálták volna, hogy helyt kell állnia, nem lazsálhat, nem feledkezhet meg magáról, és nem maradhat alul a teljes jogú matrózokhoz képest, sőt, jobban kell teljesítenie náluk, és égve a tetvágytól, erre is törekedett. A tengeren vannak, száz kilométerre az otthonuktól, és Margret tudja, hogy Odür odafigyel a fiára. Nem bátorítással, inkább elvárásokkal. Ő maga, Margret pedig nem tehet semmit. Túlságosan nagy a távolság az otthonuk és a tenger között. Amikor az öreg Güdmündür meghalt, a veje vette át a hajót, és Reidar Fjördürbe át a székhelyét, ezért Margret eljátszott a gondolattal, illetve álommal, hogy Pordűr akár a szárazföldön is dolgozhatna, és akkor mindenki örömére többet lenne otthon, könyveket olvashatna, esetleg felkészülhetne a tovább tanulásra. Ám Odür nem sokkal később bejelentette meglepő döntését, mi szerint maga mellé veszi a fiát a hajóra, matróznak. Az ágyban feküdtek, egy szinte télies, de fényes éjszakán, mivel holdfény töltötte be a fjordot, és vette el az álmukat. Csak feküdtek egymás mellett és az egyik dolog hozta a másikat, ahogy az lenni szokott. Margaret bal keze felfedező útra indult, benyúlt Odür takarója alá, végig simított a testén, amelyel sok-sok évvel korábban a Sleipnir SU-382 kabinjában ismerkedett meg. Azóta megöregedtek, kissé megmerevettek, és voltak nehéz időszakaik, nem is kevés. Mégis jó esett így egymás mellett feküdni, amikor leszáll az éjszaka, és a holdfény lázasan fáradozik azon, hogy megváltoztassa a világot. Csodálatos volt a bal kezét felfedező útra indítani, végig simítani ott dűrizmos karján, vastag combján, simogatni a hímtagját, érezni, ahogy megduzzad és megkeményedik a tenyerében. Nem sokára újra fiatalok lettek. Hajnali két óra lehetett, kimerülten feküdtek egymás mellett. Margrétot elöntötte a forró boldogság, és kezdte elnyomni az álom. Oddür viszont a mennyezetet nézte, majd nyugodt, szinte közömbös hangon közölte, hogy Pordürt veszi maga mellé matróznak az ütődött Gudjon helyére, aki Seydis költözött. Minden rendben lesz tette hozzá. Anélkül hozta meg a döntést, hogy Margréttal megbeszélte volna. Minden rendben lesz, mondta, és ezt úgy értette, lehet bízni a fiúban. Azaz, felnőtt férfi már. Másképp fogalmazva, Vagyunk mi ketten, és vagy te. Végül megjegyezte, hogy velünk jön délre a Hornáfjördűrbe. Jó iskola lesz neki. Margrét, aki az imént még a testében érezte Oddür forró magját, aki az imént még hevesen csókolgatta férje fejét a két kezébe fogva, most megmerevedett, és kőkeményé vált a szíve. Oddür anélkül hozta meg a döntést, hogy őt beavatta volna, mintha egyszeriben több köze lenne pordürhöz, mint neki és ők ketten mostantól egy olyan világhoz tartoznak, ahová már Grétnak nincs bejárása. Olyan fiatal még az a fiú. Igaz, hogy a korához képest nagy és erős, de mégiscsak gyerek még. Az ő fia, a kis kedvence. Szerít természetű szürkéskék, élénk tekintetében meleg, pajkos csillogás. A testvérei istenítik. Günnár Trigvi, a nyolc éves kisöccse utánozza Pordür járását, és a szemét is úgy próbálja eltűnődve lesütni, ahogy a bátyja. Elin, a legkisebbikük pedig esténként egészen addig nem hajlandó lefeküdni, amíg pordűr nem mesél neki valamit, amit olvasott valahol, vagy csak úgy kitalál. Ha létezik jóság a világban, jegyezte bele egyszer Margrét anyai szeretettől égve a naplójába, akkor az biztosan pordűrben lakozik. Mi lesz belőle egy ilyen jóságos, erős, de érzékeny fiúból ilyen adottságokkal? Merre viszi majd az élet? Lesz-e belőle valaki? Felnőhet-e békében ezektől a hegyektől, meg az apjától? Az iskolaigazgató bő egy éve látogatta meg Margrétot, aki éppen térden állva súrolta a padlót, miközben Elin rajta csimpaszkodott, mert fel akart mászni a hátára. Elvégre az anyja pompás ló lehetne, amikor egyszer csak megjelent az iskolaigazgató. Kopogott, de Margrét nem hallotta Elin gügyögésétől a súrolás padló dörzsölésének hangjától. Így hát az igazgató belépett, jó napot kívánt, és már is a tárgyra tért. Mintha mielőbb le akarná tudni, és távozni szeretne. Szeretné, ha Pordűr folytatná a tanulmányait. Egy ilyen tehetséget nem szabad veszni hagyni, mondta, és Margaret rögtön válaszolt, még térden állva, nem megfelelő öltözetben, mérgesen, amiatt, hogy a férfi csak úgy bement, miközben neki, Vörösre dagadt a keze, és nyilván kipirult az arca a munkától és erőlködéstől, meg izzad a homloka. Így hát csípősen, szinte felháborodottan megjegyezte, tulajdonképpen meggyőződése ellenére. Ezek szerint a halászok élete veszendőbe megy. Az iskolaigazgató, akit Porkelnek hívtak, és aki szinte a semmiből hozta létre az iskolát Nordfjördűrben, vasakaratú volt, de jól tudott bánni másokkal, ami talán az egyik legfontosabb emberi tulajdonság. Ezek szerint a halászok élete veszendőbe megy. Porkel lepillantott már Grétra, aki nyolc éven át Kanadában élt, ahol megismerkedett a tágasabb világgal, amelyben több a lehetőség, mint itt a hegyek között. Áldás és átok is távolabbra látni és többet észrevenni a körülöttünk lévők többségénél, többet látni a világból, mint amennyi látszik belőle. Porkelle a kalapját forgatja a kezében, kinyitja a száját, de habozik. Elég jól ismeri Margrétot a róla keringő történeteket, a végleteket, amelyek elszigetelik a búskomorság és a vidámság közötti változásait. Hol ágyban fekszik, hol táncol, és néhányszor szakszervezeti gyűléseken is felszólalt, amikor is kiderült, hogy élesebb a nyelve a többiekénél. Ugyanakkor, mintha valami titokzatosság is lenne benne, mintha nem mutatná meg magát teljes egészében, mintha a lényének egy részét elrejteni a környezete elől. Többet tud másoknál, mindenen is mindenki átlát, de hallgat róla. Talán gőkből. Azt mondják, többre tartja magát másoknál. Állítólag egyszer félmeztelenül szaladt egy gazdakarjai közé. Megmezít lába tengerparton, és egy csecsemővel az ölében, belegázolt a tengerbe. Máskor meg naphosszat az ágyban fekszik, és hagyja, hogy a háztartás romokban heverjen. Ott dűrennél jobbat érdemelne. Porkel a kalapját forgatja a kezében pontosan tudja mindezt, ő is idevalósi. valósi, Margaretnál három, Odürnél két évvel fiatalabb, és mindig is félelemmel vegyes tisztelettel nézett a férfira, aki már gyerekkorukban vezéregyéniség volt, és tíz vagy tizenegy évesen felnőttnek tűnt. Porkella kalapját forgatja, Margaret a padlón térdepel, takarít, nem hagyta abba, noha a férfi belépett és ott áll előtte. A férfi elnyire mosolyog, aki annyira zavarba jön, hogy két ujját a szájába dugja és behunja a szemét. Az igazgató tudja, hogy hangosabban kellett volna dörömbölnie és kiáltania, nem lett volna szabad így rárontani Margrétra. Elnézi a nő feldagadt, kivörösödött kezét. Porkel nős, három gyerekapja, szereti a feleségét, de Margrétnál gyönyörűbb nőt még soha nem látott. Azóta érzi ezt, hogy visszatért a Reykjavíki, majd az Edinburghi tanulmányai után. Elment világot látni, de visszatért mindig is haza akart jönni, sehol másút nem akart maradni. Visszatért, és nem sokkal később, egy komor esős napon, egy szürke hideg napon, amikor a sík vidékeken eső esett, a hegyoldalakban viszont havas eső vagy hó, a hegycsúcsok meg elfehérettek és jégvirágokká változtak, éppen a papírjai fölé görnyett. Amikor hirtelen rosszul létfogta fogta el, és ki kellett mennie a levegőre, lesétált a kikötőbe, és ott állt Margrét, arra várva, hogy befusson a Sleipnir, Odür hajója. Annyira fiatal volt még a világ, hogy Margrét mindig kijött Odür elé a kikötőbe. Messziről látta, hogy közeledik a hajó, kiszaladt hát kabát nélkül, épp csak a sáját terítve keskeny vállára, és úgy állt ott bőrigázva, a szerelemtől felhevülve, hajtincsei pedig patakokként futottak le a homlokán és az arcán, hátát kihúzva, méltóság teljesen várakozott. Porkel pedig csak nézte és az a nőstény párduc jutott eszébe, amit a londoni állatkertben látott, és amely büszkén, de nyugtalanul ült a ketrecében. Porkel valamivel a kikötő fölött állt, teljesen elbűvölve, és egyszerre töltötte el a bizonyosság meg a szomorúság, hogy a látvány miatt soha nem lesz tökéletesen boldog. Keflavik ma Isten egy öreg játék és Keflavikban szokatlan szélcsend uralkodik. Mondd ki a nevem, ahogy csak te tudod kimondani, és tudni fogom, hogy létezem. Ariének szóra ébred, ami mintha a messzi távolból érkezne. Időbe telik, mire teljesen magához tér, vagy legalábbis meg tudja különböztetni az alvást és az ébrenlétet, az álmot és a valóságot. És talán ezért gondolja, igaz csak néhány pillanatra, hogy az a dallam nem erről a világról szól, hogy az éjszaka folyamán egymásba nyíltak a síkok, és most a holtak énekelnek neki ilyen szépen, segíteni akarnak neki felébredni, igyekeznek valami puhába bugyolálni, mielőtt rászakad a valóság. De aztán teljesen magához tér, és felrémlik neki, hol fekszik. A Keflavíki repülőtér szállodában, és december van, aminél mélyebbre nem lehet hatolni a téli sötétségbe. A szomszéd szobában énekel valaki. Ez annak a napnak a reggele, amikor Ari találkozik Jakobbal, az apjával, aki talán haldoklik, aki nem sokára túlvilági dallammá válik, vagy hallgatássá, feledéssé, nem tudjuk, mi vár ránk, amikor meghalunk. Kegyetlenség vagy jóság, elmúlás vagy új kezdet, hogy Isten vajon ragyogó öl, vagy gyerekkorunk régi játék mackója. Majd nem fél kilenc van, és a szomszéd szobában énekel valaki. Ária sötétben fekve hallgatja, hogy a nő valamiféle altatódalt énekel angolul vagy amerikaiul, mintha vigasztalna valakit, és hangjának melegségét még a falban lévő beton és acélvasalat ezek a halott, kemény anyagok sem képesek tompítani. Pedig olyan halkan énekel, hogy Ári csak egyetlen sort hal ki belőle, azt is annyira halványan, hogy nem tudja, jól hallja -e. Say my name, like only you can say it, and then I know that I exist. Mondd ki a nevem, ahogy csak te tudod kimondani, és tudni fogom, hogy létezem. Ári önkéntelenül a telefonjáért nyúl, kinyitja az üzeneteket, megnyomja Póra nevét, és írni kezd. Mond ki a nevem. Már éppen elküldené, de tétovázik, és ezzel minden terront. A szeretetben nem szabad habozni, nem szabad túl gondolni. Túl sokat gondolkodunk, és túl keveset érzünk. Ez az ember pekje. Ári felsóhajt, az üzenetet elmenti a piszkozatok közé. Oda kint szinte teljes a szélcsend szokatlan szélcsend uralkodik itt Keflavikban. Amúgy nem nyáron szokott itt szélcsend lenni, amikor néha annyira derültek voltak a napok, hogy általuk az örökké valóságból érkező üzeneteket is el lehetett olvasni. Kibaszott rohadt szélcsend, mondták az emberek, mert a Nyárdvék és Keflavik határán lévő hallisztüzen füstje olyankor a város fölé telepedett. A bűz behatolt a házakba, mintha büdös ködnyelt nyelt volna el bennünket, mintha bűnhődnünk kellene a jó idő miatt és a házi asszonyok, akik későn szedték be a kiteregetett ruhát, moshatták újra, hogy kijöjjön belőle a szag. A halliszt üzemben már rég nem gyártanak hallisztet csukjás halból. A nagy épületet már le is bontották. A helyére két raktárépület került. Az egyik éveken át autókereskedésként működött. A másikat csak azért húzták fel, hogy kihasználják a területet, ami akkoriban jó ötletnek tűnt. De ma mindkét épület üresen áll csak a csend terpeszkedik bennük, meg néha a napsugarak, amikor sikerül beszűrődniük a sótól homályos, hatalmas ablakokon. Az autókereskedés a 2008-as októberi gazdasági válság nyomán csődbe ment, ahogy több másik is, csak néhány maradt meg Keflavíkban és Nyárdvíkban, de már újra szaporodnak. Igazság szerint a lakosság lélekszámához viszonyítva sehol másút nincs ennyi. Ez országos rekord és az egyik büszkeségünk. A legtöbb keflavíki családnak két vagy három autója van, és ha éppen unatkoznak, eladják az egyiket, és ha lehet, már a következő nap vesznek helyette egy másikat. Manapság a keflavíkiak gyakran unatkoznak, a halászati kvóta a múlté, az amerikai hadsereg elment, Runni Juliusson meghalt, nem sok minden maradt, csak a munkanélküliség és a három égtáj, a szél, a tenger és az örökké valóság. Ezért kézenfekvő eladni egy kocsit és venni egy másikat legalább történik valami az életünkben, a kereskedő munkájáról már nem is beszélve, és Keflavik már is jobb helyé válik. Senki sem jár a Hafnargatán, de néhány autó elhajt Ari mellett, lassan tizenegy óra, hosszú időbe telt, mire kikászálódott az ágyból, az altatódal megbénította, egészen addig hallgatta, amíg el nem némult az ének. Ekkor felkapcsolta a lámpát és megpillantott mindent. Szigga cikkét az íróasztalon, a mostoha anyja levelét a viszkis alatt, azt, amelyről tudta, hogy majd csak azután fogja elolvasni, hogy meglátogatta Jakobot. Nem érzett erőt hozzá, nem merte. Meglátta a három gyerek, Helkász, Türla és Gréta fényképét. Odür oklevelét, ok a levelekkel, fényképekkel, újságkivágásokkal, versekkel, verstöredékekkel teli sárga mappát, meg a vámmentes boltból hozott két szatyrot, teli édességgel, amit úgy vett, mintha más idők járnának, a gyerekei még kicsik lennének, és várnák őt haza, ahogy Pórá is várná, mintha egyáltalán lenne otthona valahol. A két szatyor arra emlékeztette, amit eldobott magától. Úgy meredtek rá, mintha a szemére hánynák, hogy nem élvezte az életet. Nem eléggé. Aki mást cserben hagy, az sehol sincs biztonságban, és még az édességgel megrakott szatyrok is képesek szemrehányássá változni. Nagy platós terepjáró halad a hafnárgatán, lassít, ahogy közelebb ér. A sofőr kíváncsian, ugyanakkor szinte ellenségesen végigméri, mintha Ari bántotta volna, vagy épp Keflavikot pocskondiázta volna. A kocsi megcsúszik a tükörjégen, mintha a sofőr befékezett volna, és meg akarna állni, ári pedig hirtelenjében a legközelebbi ajtóhoz lép, de megtorpan, amint meglátja a táblát. Masszázs. Áramütésként fut át rajta a vágy behunja a szemét. Miért kell ennyire védteleneknek lennünk a nemi ösztönnel szemben? Miért nem vághatjuk egyszerűen zsebre őket, és vehetjük elő, amikor tetszik? Már megesett, hogy amikor Ari bensőjében beindult a nemi ösztön örök mozgója, az, ami bárki másnál is beszokott indulni, és ami csak a legritkább esetben veszi figyelembe, hogy a nap vagy a létezés mely szakában járunk, és valami izgalmas, izgató, durva vagy éppen valami érzéki utáni vágyakozással tölti el a vérünket, hogy Ari felment a netre, és beírta a keresőbe. Erotik masszázs, és ezért érzi magát most ennyire kellemetlenül az ártatlan masszás tábla láttán. Ari kinyitja a szemét, megragadja a kirincset, hallja, hogy a sofőr hirtelen gáztad, mintha olajra akarna lépni, mintha ennek semmi esetre sem szeretne szemtanúja lenni, és elviharzik a hafnargatán. Az ajtó azonban zárva. Hű gondolja Ári megkönnyebbülten, de ekkor reket férfi hang töri meg a csendet. Foglaltál időpontot, haver? Ári oldalra pillant, és látja, hogy két házzal arrébb egy férfi áll a nyitott ajtóban, és Árit figyeli. Mivel Ari nem reagál, hozzá hozzáteszi. Fridür még nincs itt, de felhívhatom, ha sürgős, ha... A férfi elhallgat. Lesüti a szemét, mintha a megfelelő kifejezést keresné. Ha fel kell oldani benned valamit. E szavak után síri csend borul a hafnárgatára, mintha az utca alig bírna ébren maradni. A vidám karácsonyi díszkivilágítás ellenére sem, amely néhol vadul villog, mintha keflavik üzenetet akarnak küldeni a világnak, a mikulásnak. Hogy valami komoly ajándékot hozzon. Háromszáz munkahelyet, halászati kvótát, alumínium kohót, hulladék égetőt Helgüvigbe vagy hogy ez a Sniafridür ébredjen fel, és érkezzen meg puha, enyhet adó kezével. Ári elindul a férfi felé, gyorsan lépked, nehogy tovább kiabáljon, és felhívja magukra a figyelmet, és ahogy közelebb ér, tiltakozik. Nem, nem, fölösleges felhívni, nem foglaltam időpontot, nem is tudtam erről a masszás szalonról, és igazából nem is tudom, miért próbáltam benyitni. A férfi a közeledő Árit figyeli összehúzza a szemét, mintha elgondolkodna. Úgy mozgatja az ajkát, hogy nehéz megmondani, hogy köpni akar egyet vagy mosolyogni. Hát, alig ha nem az irodalmi érdeklődésed vezette a kezedet, jegyzi meg aztán vigyorogva, és széles mosolya feltárja az összes hosszú sárga lapát fogát, amelyek leginkább lófogakra emlékeztetnek. Baszki bukik ki a riból, és hirtelen megtorpan. Te vagy a szvávár és a fickó nyerítve felnevet, Szvávár az, aki Arival meg velem együtt dolgozott, Szentgerdiben, a Drangei halsózó és halszárító üzemben, 1981 elejétől 1982 őszéig, bő 30 éve. Hogy szalad az idő? Rettentő gyorsan, valahogy le kellene lassítani. Én hát haver, feleli Szvávár vidáman. Ugyanolyan magas, ugyanolyan fekete a haja, mint régen. Ugyanolyan hosszú a nyaka, és ugyanúgy kidudorodik az Ádám csutkája, mintha egy különálló élőlény lakna a torkában. Egy kis állat, amit nem sikerült lenyelnie. Mindig is annyira vézna volt, hogy a drángelyben dolgozó asszonyok állandóan azon aggódtak, hogy kap-e eleget enni. Elég uzonnát csomagoltak-e neki, mivel annyi tevet, mint egy kis madár. Csoda, hogy egyáltalán élsz még, mondogatták sopánkodva. Úgy tűnik, végül valakinek sikerült rábeszélnie, vávárt az evésre. Talán túlságosan is mert komoly pocakot eresztett. Fehér pólója, amelyre a naplemente fényében fürdő üres keflaviki kikötő fényképét nyomtatták. Alatta pedig egy kérdés. Jártál már keflavikban? Alaposan kidomborodik. Én hát haver, ismétli meg Szvávár, összedörzsölve jókora tenyerét, mintha hozzá akarná tenni. De örülök. Én hát haver személyesen, és még mindig ugyanakkor a barom vagyok, mint régen. Ez itt az én birodalmam, az irodám és az üzletem. Tárja ki a karját, hogy felhívja Ari figyelmét a kirakatra, amely tele van lundákkal, lávakövekkel, fényképekkel a Reykjaneszi félszigetről, a Reykjanes világító toronyról, a Kék Lagunáról és a Jó Már zenekarról. The Icelandic Beatles, Ali Better Csak azt akartam mondani, hogy Snyafriddő a legsötétebb hónapokban ritkán kel fel 12 előtt. Szokta is mondani, hogy a téli reggeleket az ördög találta fel. Egyébként mit szólsz a masszásszalon nevéhez? Ugyanis az én ötletem volt, és te jutottál eszembe, amikor beugrott ez a név. És nem is tudom miért, azóta reméltem, hogy egyszer ott állsz majd a tábla alatt. De Isten hozott öregem, baromira örülök, hogy látlak. Nem változtál semmit, csak egy kicsit még csúnyább lettél, az pedig nem semmi. Szbavár száján széles vigyor, nevetgél. Ári vissza mosolyog rá, örül a múltból felbukkanó mosolynak, ezeknek a fogaknak, ennek a férfinak majd megfordul, és szemügyre veszi a táblát, amely a massás bejárata fölött lóg ki az utcára. Snajfridur iszlánt szól, Őrület, hogy elszálltak felettünk az évek haver, folytatja Szvávár. Te meg híres ember lettél. Igazából az egyetlen híresség, akit ismerek. Szóval itt helyben lekén előjelek, hogy kitömhesselek, és kitegyelek a kirakatba, mint híres Keflavikit, de inkább kapsz egy kávét, mondja és sarkon fordul, bemegy a házba, nem is figyeli Ari követie. Persze követi, miután végignézett az utcán, az új mozi felé, egy pillanatra eridőzve a vadul villódzó karácsonyi fényeken, mintha próbálnának ébren maradni. Miután hátra mentek az üzlet hátsó helyiségébe, szvávár kávét főz és kedves barátnőjéről, Snajfridürről mesél, akivel akkor ismerkedett meg, amikor a lány kivette a szalonnak szánt helyiséget. Gond nélkül kapott ráhitelt, pedig az nem sokkal a válság után történt, amikor úgy tűnt, hogy senkinek sincs pénze. Persze leszámítva a halászati ágazatot. A kvóta mágnások medencéket tudtak volna megtölteni bankjegyekkel, miközben nekünk többieknek alig jutott egy betevő falat. Szynajfridőrnek viszont a bájaival mégiscsak sikerült hitelt szereznie. A helyiséget pedig fillérekért kibérelte, csak épp megfelelő nevet nem talált neki és akkor valamiért eszembe jutottál, mondta szvávár. Nem sokkal korábban láttam rólad egy fényképet az újságban. Dicsértek, mint céltudatos kiadót. Talán még kultúránk dicső alakjának is neveztek, aki emellett költő is, és beugrott, hogy amikor legutóbb találkoztunk, megbocsáthatatlanul sok évvel ezelőtt, éppen Laxnestől bújtar az izland harangját, és fülig beleszerettél Snyfridür izland szólba. Még verset is írtál hozzá, a tavasz szőke álmának nevezted, és hirtelen megjelent előttem a szalon neve, Snajfridur Island Soul Masszás Szalon. Azóta Snajfridurnek remekül megy a bolt, rengeteg a dolga és teljesen kivirult. Hetente háromszor lefut hét kilométert, közeledik az ötvenhez, de még karcsú, mint egy modell, és hosszú szőke haja úgy ragyog, mintha örök nyár lenne, amerre csak jár. Mármint miután megitta a reggeli öccsésze kávéját. A boldogsághoz egyetlen dolog hiányzik csupán egy megfelelő férfi, pedig kérőkben nincs hiány, soha nem is volt. Mindig is remekül nézett ki, csupa vonzerő. A támaszponton, amikor ott dolgozott, verekedtek érte a jenkik. Szó szerint verekedtek érte, szerelmes levelekkel bombázták, rendezvúra hívták, az életüket ajánlották neki. Az egyik, miután kosarat kapott, megpróbálta felakasztani magát egy villanydrótra. Az utolsó pillanatban mentették meg aztán lefokozták. Egy katona bárkit megölhet, csak önmagát nem. De ne tud meg, téli reggeleken milyen rossz kedvű tud lenni, olyankor jobb, ha golyóálló mellényben és sisakban közelíti meg az ember. Ez viszont igazi kávé, egyenesen hajtiről, mondja Szvár, és korom fekete kávét tölt, Ári csészéjébe, majd egy kibontott csomag, home blessed kekszet nyújt oda neki az asztal fölött, miközben a háttérben a rádió rádiócsatorna szól. Örökzöld slágerek, szeretlek, hová mentél, esik az eső, fogd a kezem. Dalok, szerelmi vallomások, vágyakozás, amit rendszeresen megszakít a csatorna szignálja, ami mintha kétségbe esetten szólongatná a hallgatóit. Ne kapcsoljatok ki, ne váltsatok csatornát. Ári szürcsöli az erős kávét, egy pillanatra behunja a szemét, és képzeletben SOS üzenetet küld porának. Ne kapcsolj ki. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.